Drágult a sertéshús. Ismét az áfa csökkentés előtti árakon lehet tőkehúsokat vásárolni. Az élőállat ára ugyanis közel 20%-kal emelkedett az év elejéhez képest. Partnerségben Szlovákiával. A két ország között 6 milliárd euró a kétoldalú kereskedelmi forgalom évente. A vállalkozások keresik a további üzleti lehetőségeket. Kis népszámlálás. A magyar lakosság 10%-át érinti az idei mikrocenzus. Az összeírást a KSH végzi október 1-e és november 8-a között. Drágult a sertéshús, ismét az áfa csökkentés előtti árakon lehet tőkehúsokat vásárolni. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Vágóállat Terméktanács tájékoztatása szerint ennek leginkább az az oka, hogy az élőállat ára közel 20%-kal drágult az év elejéhez képest, így a hentesek is kénytelenek drágában adni a termékeiket. Január 1-től a sertéshús áfája 27%-ról 5%-ra csökkent. A régi fogyasztói árhoz képest így 22%-kal lettek olcsóbbak a tőkehúsok. Ilyen a comb, a lapocka, a tarja, a karaj, az oldalas, valamint a dagadó. A henteseknél érezhető volt az árkülönbség, szinte minden húsfajta ára 1000 forint alá csökkent. A piaci változások miatt azonban már nincs túl kínálat a sertés termékekből, részben ezért is emelkedtek az árak az utóbbi hónapokban. Az év elején és az első 4-5 hónapban érvényes, rendkívül alacsony alapanyagár jelentős növekedésnek indult, tekintettel arra, hogy az orosz embargó keresletcsökkentő hatását sikerült EU szinten mérsékelni, ami azt jelentette, hogy új piacok bevonásával megszűnt az árufelesleg, aminek ugye árcsökkentő hatása önmagáért beszél. Az áremelkedés másik oka, hogy az év első felében az élőállat árának meghatározását már nem a piaci igényekhez kötik, így a húsfeldolgozók is magasabb áron jutnak a sertésekhez. Eddig keresletkínálat alapján határozódott meg itt Magyarországon az élőállatnak a ára, de most a hízaldák egységes áron árulnak, ennek a minden szerdán a európai árutőzsdének a pillanatnyi sertés árának megfelelően határozzák meg arra a hétre az élő sertésnek az árát. Szent Miklósi János hozzátette, az év elején 300 forint körül volt egy kiló élő állat nettó ára, ezt mostanra a hízladák 430 forintra emelték. A gazdaság szereplőit hozta össze ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szlovák-Magyar Fóruma. A két ország között 6 milliárd euró a kétoldalú kereskedelmi forgalom évente, hangzott el a rendezvényen. A két ország vállalkozásai keresik a további üzleti lehetőségeket, kereskedelmi és turisztikai kapcsolódási pontokat. Az autóipar mindkét országban a gazdaság húzóágazata, amiből Szlovákia és Magyarország is gazdasági előnyt tud kovácsolni, mondta el a Szlovák Köztársaság nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa. Az autóipari gyártáshoz ugyanis a beszállító cégek Szlovákiából tudnak Magyarországra szállítani, és fordítva is. A nemzeti és uniós forrásokból épített közúthálózat gyorsforgalmi utak továbbfejleszthetik a két ország gazdasági üzleti kapcsolatait. A kétoldalú kereskedelmi forgalom 6 milliárd euró hangzott el. A kereskedelmi forgalom növelését pedig a kassán működő nemzeti kereskedőház is tovább serkentheti. A másik az, amire törekszünk, hogy támogatjuk a kis és középvállalkozókat, az ők kapcsolataikat. Ugye itt sok olyan lehetőség van, ami a regionális piactól függ, a helyi piacoktól. És ott lehet keresni a lehetőségeket, mert mégiscsak a kis és közép cégek tudnak alkalmazkodni. A rendezvényen a megyei iparkamara, az eperjesi és a kassai kamara is jelen volt. A szervezetek közötti kapcsolat több évre közös uniós pályázati együttműködésekre tekint vissza. Mindkét oldalnak nagyon fontos feladata az, hogy a vállalkozóknak a szolgáltatásait, a termékeit megismertesse a másik féllel, és itt megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, ahol tudnak üzleti kapcsolatokat építeni, és egymással üzletet kötni.
Magyarország-Szlovákia viszonylatban a legnagyobb lépés a turizmusban történt. Az elmúlt években ugyanis sikerült megismertetni turisztikai értékeinket, szolgáltatásainkat a szomszédos országban. Ez köszönhető a testvérvárosi kapcsolatoknak is. Nyíregyháza sóstóra szívesen jönnek Szlovákiából. A legtöbb vendégészakaszra a Szlovákiából érkező vendégeknél van Nyíregyházán, és azt tudjuk, hogy az elmúlt 5 évben 2 számjegyű növekedés volt évente. Ez egy nagyon nagy eredmény, amit természetesen lecsapódik konkrét munkahelyekbe, az e területen működő cégeknek a bevételében. A fejlődő térségekben szükség van a jól képzett szakemberekre is, ehhez elengedhetetlen az egyetemek együttműködése. A szlovákiai Eperjes és Nyíregyháza önkormányzatainak ösztönzésére együttműködési megállapodást írt ma alá az Eperjesi Egyetem a Nyíregyházi Egyetemmel. Ott, ahol vannak közös, vagyis hasonló szakmák, hasonló irányzatok, hasonló szakok. Ami olyan legegyszerűbb forma persze az Erasmus, mobilitás, és utána látni fogjuk, hogy miben fogunk tudni működni tudományban, közös konferenciákról, természetesen lesz szó, közös kiadványokról. Az Eperjesi Egyetemre több mint 10 000 hallgató jár, ahol főként humán tudomány területeken képeznek. 60 000 doboz cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök Nyíregyházán egy kertvárosi parkolóban hátrahagyott kis buszból. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szabolcsi pénzügyőrei a rendőrséggel közösen ellenőrizték a járművet. A megyeszékhely kertvárosi övezetének parkolójában veszteglő gépkocsit több napig figyelték a NAV munkatársai, azonban miután az orgazda nem jelent meg, átvizsgálták. A kisbusz rakterében 60 000 doboz különböző márkájú ukrán cigarettát találtak, több mint 57 millió forint értékben. A magyar adójegy nélküli dohányárut a pénzügyőrök lefoglalták, és orgazdaság büntet megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. A magyar lakosság 10%-át érinti az idei mikrocenzus, azaz a kis népszámlálás. Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal végzi október 1-e és november 8-a között. A felmérésnek kiemelt jelentősége van a társadalmi folyamatok nyomon követésében, mert részletesebb információk gyűjthetők olyan kérdésekben is, amelyekre a 10 évenkénti népszámlálás nem ad lehetőséget. Az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk a saját jóllétünkről, a nemzetközi vándorlás megítélése. Ilyen kérdéseket is érint a kérdőív, amelyet országszerte összesen 440 000 háztartásba küld el a KSH. A korábbiaknál jóval nagyobb mintán hajtjuk végre, 10%-a került kijelölésre a háztartásoknak. Egyedülálló abból a szempontból is, hogy teljes körű gépesített összeírást hajtunk végre, biztosítva a lakosságnak a webes felületen történő kitöltést. Az összeíróink laptoppal, tablettel végzik az összeírást. Ez egy nagyon gyors, költséghatékony és adatvédelmi szempontból is egy még megbízhatóbb rendszer a korábbiaknál, és számos kiegészítő kérdév kapcsolódik a felvételhez. Ezek olyan jellegű társadalmi kérdéseket vizsgálnak, amelyekkel adós a hivatal, tehát régen voltak ilyen típusú felvételeink. A KSH a mikrocenzusnak köszönhetően adatokat nyer a népesség nagyságáról, iskolai végzettségről, foglalkoztatottságról és a családok főbb jellemzőiről. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében mintegy 23 000 véletlenszerűen kiválasztott háztartás került a mintába. Az összeírást október 1-e és november 8-a között végzi a statisztikai hivatal. 184 összeírónk lesz a megyében, ezek többsége ugye a mezőgazdasági összeírásban részt vett július hónapban, mobilászközös kikérdezéses formában, illetve a népszámlálásban, 2011-es népszámlálásban is korábban dolgozott számunkra. Általában olyan személyek, akiket a társaság, illetve a lakosság elismer, befogad és szívesen válaszol számukra. A mikrocenzus lakás és személyi kérdőívének megválaszolását törvény írja elő azoknak, akik a mintába bekerültek. De a kiegészítő kérdésekre a válaszadás önkéntes. Az első eredmények várhatóan 2017 májusában lesznek elérhetőek. Az emberek többségének nincsen közvetlen tapasztalata az illegális migránsokkal, ezért szükséges, hogy tényeket közöljenek velük és lássák, hogy nem pártpolitikai kérdés az október 2-ai voksolás, hangzott el a népszavazási kampány Balkányi Lakossági Fórumán. A rendezvény meghívott előadója, Bájer Zsolt újságíró elmondta,
Az ENSZ legújabb jelentése szerint az elkövetkezendő 40-50 évben Afrika lakossága meg négyszereződik, Ázsiáé duplázódik, Dél-Amerika népessége pedig másfélszeresére nő. Európa azonban más helyzetben van. Egyetlen hely van a világon, ahol a népesség szignifikáns csökkenést mutat, ez Európában az őslakos fehér rassz. És hogyha ezt végig gondoljuk, onnantól kezdve még tragikusabb annak végig gondolása, hogy a népvándorlás milyen állapotban ér minket. Ráadásul ez a népvándorlás, és ezt be fogom az este folyamán bizonyítani, ez egy mesterséges, ez egy csinált népvándorlás, amit valaki gerjesztenek, finanszíroznak, pontosan azért, hogy Európát tönkre tegyék. A magyar földet, a kultúránkat és az országot is meg kell védeni a migránsoktól. Erről is beszélt az állami földekért felelős államtitkár Dombrádon az október 2-ai népszavazásról tartott lakossági fórumon. Bitay Márton őrs azt mondta, a migráció már ma is nagy hatással van több európai állam hétköznapjaira, és Magyarország is veszélybe kerülne a kényszerbetelepítéssel. A magyar földről beszélünk, és ez most nem csak egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen kényszeredett kapcsolódás, hanem azért tényleg itt arról van szó, hogy a saját országunkat meg tudjuk-e védeni, a saját kultúránkat meg tudjuk-e védeni, mert ezek mind egymásra épülnek. Nyelv, kultúra, nemzet és egy önálló ország, ezek mind egymásra épülő dolgok. Úgyhogy itt elsősorban, mint államtitkár vagyok itt, és csak másodszorban földügyi államtitkárként. Több mint 260 embert hurcoltak kényszermunkára a Szovjetunióba 7 évtizeddel ezelőtt, csak Mérkről. Ma az ő tiszteletükre emlékparkot adtak át a településen. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 51 minta érkezett a Szatmár-Beregi Pálinka lovagrend által meghirdetett pálinka versenyre. A lovagrend tagjai zsűrizték a párlatokat Nyíregyházán, az eredményhirdetés pedig szombaton lesz a Tarpai Szilva napon. Két nap alatt két meccset játszik a hétvégén a nyíregyházi kosársuli. Az NKS az amatőr nemzeti bajnokság nyitó fordulójában szombaton 17 órai kezdettel a Nemzetvédelmi Egyetem csapatát fogadja, majd vasárnap Debrecenben lépnek pályára Farkasinszky Orsolyáék. Mintegy 800 ezer magyart hurcoltak kényszermunkára a Szovjetunióba 7 évtizeddel ezelőtt. Csak Mérkről több mint 260 embert. Ma az ő tiszteletükre emlékparkot adtak át a településen. 1945. január elején 264 embert hurcoltak el Málenki robotra Mérkről, 42-en soha nem tértek vissza. Az ő emlékükre parkot, korábban pedig márványtáblát állítottak a településen. 2010. szeptemberében a helyi német nemzetiségi önkormányzat állította ezt az emlékművet, amire igyekeztek minden elhurcolt nevét vésetni, és most, amikor a 70-es emlékévet meghirdették, és pályázatokat lehetett beadni, úgynevezett gulák pályázatokat, akkor a nagy önkormányzat a 2015-ös évben ennek az emlékparknak a kialakítására pályázott. 500 000 forint támogatásból és önkormányzati pénzből alakították ki az emlékparkot. Az átadó ünnepségen Simon Miklós országgyűlési képviselő is szólt, Encsencs, Mérk, Vállai és Nyírmihájdi. A négy településről közel 1000 embert hurcoltak el, mondta a politikus. Nekem az a véleményem, hogy nem elég emlékezni, hanem az emlékekből tanulni kell, és ennek a nemzedéknek. Ezen emlékek nekünk azt idézik, hogy össze kell fogni az országért. Minden erőnket arra kell összpontosítani, hogy azok az évek, amelyek ugye az első és a második világháborút ránk hozták, ne ismétlődjenek meg, és erre tanítanak bennünket őseink munkája, erre tanít bennünket a gulágra elhurcoltak emléke. A mérki visszatérők, valamint az elhurcoltak szerettei méltó helyen emlékezhetnek a 70 évvel ezelőtti történésekre, mondta az átadó ünnepségen az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi főosztályvezetője.
Magyarország kormánya a 2015-ös és a 2016-os évet a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt honfitársaink emlékévévé nyilvánította, és amellett, hogy zajlanak nagy országos jelentőségi programok is, hiszen nagyon komoly megemlékezések, konferenciák, kutatások zajlanak, amellett lehetőséget biztosít ez az emlékév arra is, hogy a helyi közösségek, ahonnan tényleg az elhurcolások megtörténtek, a helyi közösségek is tudjanak emlékezni, és akár különböző programokkal, vagy akár ilyen szép emlékhelyekkel is. A történelemnek még mindig vannak rejtett részei, de a jelenlegi adatok alapján 70 évvel ezelőtt mintegy 800 ezer magyart hurcolhattak el kényszermunkára. 51 minta érkezett a szatmárberegi Pálinka Lovagrend által meghirdetett pálinka versenyre. A lovagrend tagjai zsűrizték a párlatokat Nyíregyházán, az eredmény hirdetés pedig szombaton lesz a Tarpai Szilva napon. A szatmárberegi Pálinka Lovagrend évek óta meghirdeti az új pálinka ünnepéhez kapcsolódó párlatversenyét. Az idei évben alma, szilva és egyéb kategóriákban nevezhettek a hivatásos és hobbi főzők. A lovagrend tagjai a Magyarországon érvényben lévő 20 pontos bírálati rendszer alapján minősítették az 51 benevezett párlatot. Minőségi javulás tapasztalható az elmúlt évekhez képest. Nyilván az is hozzájárul hozzá, hogy sokkal jobb technikákat, technológiákat alkalmaznak. Ugyanakkor a versenykírásban szerepelt az is, hogy eredet igazolással kell leadni a pálinka mintákat. Tehát most kevesebb érkezett, mint az elmúlt esztendőkben, de mindegyik eredet igazolással el volt látva valamennyi pálinka. Ez garantálja azt, hogy vagy bérfőzett pálinka, vagy pedig a hivatalosan birtokban tartott pálinka főzőn állították elő ezeket a párlatokat. A 8 eredet védett magyar pálinkából 3, a szabolcsi alma, a szatmári szilva és az újfehértói megy a megyéhez kötődik. A pálinka fesztiválok, pálinka napok a gasztroturizmus területén is új távlatokat nyithatnak. Nagyon fontos és nagyon előremutató az, hogy most már egyrészt a pálinka versenyekben is egyre jobb pálinkák mérettetnek meg, másrészt pedig a főzdék is elmentek egy minőségi irányba, amely a turizmushoz kapcsolva valóban egy olyan gasztronómia is élményt nyújthat magának a látogatónak, amely kiegészítve egyéb gasztronómiai elemekkel lényegében egy teljes vertikumot ad a turista számára, amellyel valóban méltán tudja vinni majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jó hírnevét, reméljünk, nem csak az országon belül, hanem határainkon túlra is. A pálinka verseny eredmény hirdetése szombaton lesz a Tarpai Szilvanapon, ahol a három kategória legjobbjai kapnak arany, ezüst, illetve bronzérmet. Kamion ütközött személyautónak tegnap délután Nyíregyházán a Mező utcán. A kamionos sávváltáskor nem vette észre, hogy mellette halad egy személygépkocsi, így azt átlökte a másik forgalmi sávba. Az anyagi kár jelentős, de személyi sérülés nem történt a balesetben. Két nap alatt két meccset játszik a hétvégén a nyíregyházi kosársuli. Az NKS az amatőr nemzeti bajnokság nyitó fordulójában szombaton 17 órai kezdettel a Nemzetvédelmi Egyetem csapatát fogadja, majd vasárnap Debrecenben lépnek pályára Farkasinszky Orsolyáék. 6 hetes felkészülés után a hétvégén már bajnoki meccseket játszik a nyíregyházi kosársuli együttese. Az amatőr nemzeti bajnokságban legutóbb ezüstérmet szerző csapattól Lizák Kitti, Popenko Alexandra és Kis Gabriella távozott, új játékos nem érkezett, így a fiatalokra hárul majd a korábbinál nagyobb szerep. Annak ellenére, hogy gyengült a játékos keret, az NKS 2 győzelemmel szeretné kezdeni a szezont. A nemzetvédelm az előző évben se okozott gondot és problémát, természetesen nem tudjuk még a játékos állományokat, annyit tudunk per pillanat, ugye, amit a Debrecenben játszottunk, egy edzőmérkőzés, az hazai pályán játszottuk, az egy aránylag biztató volt az a mérkőzés. Természetesen ugye ők is még ehhez a játékos állományhoz tesznek majd hozzá, mert nem volt itt mindenki. Hát én nagyon remélem, hogy minden két mérkőzés sikerül megnyernünk, aztán meglátjuk utána, a későbbiekben pedig, hogy hogyan tovább. Az NB1-es csapatok által évek óta csábított Papp Klaudia minden bizonnyal utolsó szezonját kezdi nyíregyházi színekben. Izgatott vagyok minden évben, nagyon várom a hétvégi első két bajnoki mérkőzésünket. Azt hiszem, elég jól felkészültünk, mind technikailag, mind erőnlétileg, és hát nagyon remélem, hogy nyerni fogunk. A csapat legrutinosabb játékosa a Farkasinszky Orsolya, a pontszerzés és a lepattanózás mellett fiatalabb társaira is figyel majd a pályán. Megpróbálok én is a fiataloknak segíteni, hogyha pályán vannak, bíztatom őket, motiválni is próbálom, illetve bíztatom arra, hogy eldobják, elmerjék vállalni,
a dobást azáltal, hogy majd én megyek és összeszedem. Ez néha sikerül, néha nem, de én azt gondolom, hogy ez az év ez nagyon sokat fog nekik jelenteni és használni, és jövőre akár ők önmagukban is és egy komoly szerepet fognak tudni majd vállalni. Az NKS célja a legjobb négy közé kerül és az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. A Nemzetvédelmi Egyetem elleni mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Drágult a sertéshús, ismét az áfa csökkentés előtti árakon lehet tőkehúsokat vásárolni. A Vágóállat Terméktanács tájékoztatása szerint ennek leginkább az az oka, hogy az élő állat ára közel 20%-kal drágult az év elejéhez képest, így a hentesek is kénytelenek drágában adni a termékeiket. A gazdaság szereplőit hozta össze ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szlovák-Magyar Fóruma. A két ország között 6 milliárd euró a kétoldalú kereskedelmi forgalom évente hangzott el a rendezvényen. A két ország vállalkozásai keresik a további üzleti lehetőségeket, kereskedelmi és turisztikai kapcsolódási pontokat. A magyar lakosság 10%-át érinti az idei mikrocenzus, azaz a kis népszámlálás. Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal végzi október 1-e és november 8-a között. A felmérésnek kiemelt jelentősége van a társadalmi folyamatok nyomon követésében, mert részletesebb információk gyűjthetők olyan kérdésekben is, amelyekre a 10 évenkénti népszámlálás nem ad lehetőséget. A Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 23-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este várjuk majd Önöket, a hétvégén pedig heti hírösszefoglalóval, a Krónikával jelentkezünk. Műsorainkért és további hírekért pedig látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Szombat estig a Kárpát-medence időjárásában nem lesz lényeges változás, csak szombat délután érinti térségünket egy hideg front észak-kelet felől. Estétől csaknem mindenhol kiderül az ég, csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol, illetve gomoly felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A késő délutáni esti óráktól elvétve előfordulhat záporeső. Néhol időnként megélénkül az északnyugati szél. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap a gomoly felhőkből helyenként kialakulhat zápor, de emellett több órás napsütésre van kilátás. A jövő hét elején többnyire kevés felhő zavarja a napsütést, csapadéknak kicsi az esélye. A hét közepétől gyakrabban megnövekedhet a felhőzet, szerda estétől több helyütt elered az eső, zápor eső. Eleinte még kifejezetten hűvösek lesznek a hajnalok, majd mérséklődik az éjszakai lehűlés. A maximum hőmérséklet lényegesen nem változik.